Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Piros számára. Kedves Piros, üdvözöllek téged, ez a te felvételed, és én kezdeném is. Milyen helyzetben van ő most pillanatnyilag, ezt mutatja itt ez a kártya. Ezek a virágos kártyák az én kártyáim, nagyon büszke vagyok rá, és nagyon nagy örömmel dolgozom vele. Ez a kártya itt azt mutatja, hogy számára minden olyan átláthatatlan. Vagy az az érzése, hogy valaki becsapta őt. A második kérdés pedig az, hogy mit tervez, milyen lépéseket szeretne tenni, ezt mutatja itt ez a növény, és ennek az a jelentése, hogy itt vitákra kerül a sor. Az nem azt jelenti, hogy veled lesznek vitái, hanem a háttérben van két hölgy, és ott lesznek ezek a viták. Mi áll most a középpontban? Ezt mutatja ez a pipacs, és az azt jelenti, hogy alszik. Ő nagyon fáradt, és kell neki ez a nyugalom, vagy szeretné, ha az események megnyugodnának. Ez a hölgy a háttérben befolyásolja őt, a választ megadja ez a virág, és azt jelenti itt, hogy lesznek változások, egy ilyen megújulás, és ő tanulni fog valamit. Az nem azt jelenti, hogy képzésről van szó, és ez a hölgy tanítja valamire, hanem itt az élet iskolájáról van szó, nehézségekről a jelen pillanatban, hamisságokról, és ez pontosan az, amit ez a kártya is mutat, hogy olyan átláthatatlan minden, ebből tanul valamit. És hogyan tovább? Milyen változások lesznek nála? Ez a kártya arra utal, hogy ő óvatos lesz, védi magát, vissza fog húzódni. És milyen kapcsolatban lesz veled? Ez a virág mutatja az emlékeket, de a fájdalmakat is. Azt is, hogy ő téged megsértett. És hogy alakulnak a dolgok kettőjük között, a kettőjük jövője? Ez a kártya mutatja a hölgyet, itt lesznek változások, megújulások, és hogy áll ő ehhez az eseményhez, vagy ehhez a nőhöz. Itt ez a kártya mutatja, hogy mennyire bizonytalan, és azt is jelenti, hogy ez a hölgy hatással van rá, és ő mindig elbizonytalankodik. És mit fog tenni? Veled kapcsolatban ez a kártya egy születést jelent, egy új kezdetet. És hogy állj te a dolgokhoz? Itt ez a virág azt jelenti, valaki gondol rád. Ő gondol rád. Nem felejtett el, és a jövőt itt mutatja a munka. Ez a kártya, ez a virág a munkát jelenti. Együtt fogtok dolgozni, vagy azon dolgoztok, hogy tisztázzatok valamit, mutassátok ki az érzéseiteket, és legyen ebből egy párkapcsolat. És most áttérek az asztrológiára. Kedves Piros, mint ahogy mondtam, áttérünk az asztrológiai részre. Itt
ezen a képen láthatod a tűz elemét, a föld elemét, a levegő elemét és a víz elemét. A tűz eleméhez tartozik a kos jegye, ez a kardinális jegy, aztán jön a fix jegy, az oroszlán jegye, és a változó jegy, a nyilas jegye. Mindhárom a tűz eleméhez tartozik. A föld eleménél a bak jegye a kardinális jegy, aztán jön a fix jegy, a bika jegye, és a változó az a szűz jegye. A levegő elemében a kardinális jegy a mérleg jegye, aztán a fix jegy a vízöntő jegye, és a változó az pedig az ikrek jegye. A víz eleménél a kardinális az a rák jegye, a fix az a szkorpión jegye, és a változó az a halak jegye. A te horoszkópodban a nap a mérleg jegyében volt, az indiai számítás szerint, és az a levegő eleméhez tartozik. A holdad az a kos jegyében volt, a születésed pillanatában, és mivel a kos jegye és a mérleg jegye szemben áll, az azt jelenti, hogy te egy teli hold napon születtél. Az indiai asztrológusok azt tartják, hogy aki a teli hold napján született, annak szerencséje van, mert az életút meg van világítva. Mint ahogy látod, a nap és a hold szemben áll, és az azt jelenti, hogy a nap besugározza a holdat, mert ez a napnak az energiája, amit mi látunk, a napfény, és így a hold teljesen látható. És neked ez fontos, hogy mások észrevegyenek téged. De a kos és a mérleg között van különbség. A kos jegye az olyan direkt, és mivel itt az érzelmeidről van szó, te azt kimutatod, sőt gyorsan kimutatod. Nem csak a szeretetet vagy a megbecsülést, hanem például, hogyha valaki téged megbánt, és te dühös vagy, te azt is kimutatod. Viszont a mérleg jegye szereti a harmonikus dolgokat, és az gyakran előfordul, hogy te ezt megbánod, és megpróbálod megnyugtatni az eseményeket, vagy bocsánatot kérsz, mert lelkiismeret fordalásod van. Mars bolygó az a szkorpión jegyében volt a születésed pillanatában. Mars bolygó itt nagyon jól érzi magát, mert Mars uralkodik a szkorpión jegye felett. És ez mutatja az életerődet. Azt is, hogy te tehetséges vagy, azt, amit te elképzelsz, azt megvalósítasz. Ne csodálkozzatok azon el, hogy én Mars bolygóval indítottam, ez más az indiai asztrológiánál, mint a mi asztrológiánkban, ahol a bolygók a naprendszerünkben, ott sorjában mutatjuk, itt az indiainál mi vasárnappal indulunk. Vasárnap az a nap napja, hétfő az a hold napja, kedd
az a Mars napja, szerda az a Merkur bolygó napja, csütörtök az Jupiter nap, péntek az a Vénusz napja, szombat pedig Szaturnuszhoz tartozik. A külső bolygókat, Uránuszt, Neptunt és Plútót, azt a klasszikus indiai asztrológia nem veszi figyelembe, de van egy ilyen modern irány. Mivel én ezt annak idején így tanultam a mi asztrológiánk szerint, én dolgozom a külső bolygókkal, Uránusszal, Neptunnal és Plútóval. Merkur bolygó nálad itt a mérleg jegyében található, és az utal arra, hogy milyen szépen kifejezed magadat, és fontos számodra az is, ha másokkal beszélgetsz, hogy ne bánts meg senkit. De van tehetséged, például, hogy könyvet írjál, vagy kifejezd magadat, ez lehet egy oktatás is. Jupiter bolygó az a halak jegyében volt, és Jupiter bolygónak van egy ilyen visszatekintő mozgása. Ez utal a múltra. Itt vannak kármikus témák. Jupiter hoz neked szerencsét, és mivel Jupiter a belső napunk, mutatja a te nagyságodat. Jupiter a Reváti holtházban található, és ez azt jelenti, ez az utolsó holtház, te eléred a céljaidat. Lesz ebben szerencséd minden irányban. Vénusz bolygó a Szkorpión jegyében áll. A Szkorpión jegye utal a testi kapcsolatra is, és mivel a víz eleméhez tartozik, a mély érzésekre is, Mars és Vénusz, az Áresz és Afrodité, ez a szerelmes pár, tehát utal a szerelmi kapcsolatokra, és te így az, a Szkorpió energiáján éled ezt át. Szaturnusz bolygó a Kos jegyében tartozik. Szaturnusz bolygó jól érzi itt magát, mert uralkodik a Kos jegye felett. Szaturnusz bolygó a sors bolygója, kihat a sorsunkra. Szaturnusz bolygó őrzi a kármát, tehát kihat a kármikus témákra is, és gyakran megleckésztet bennünket. Szaturnusz bolygó hatása alatt kell, hogy valamit tanuljunk. Mivel az indiai asztrológia szerint Szaturnusz bolygó megint a Kós jegyében található, tehát van egy Szaturnusz újrahatás az életedben, ezt ritkán éljük át, és ez kihat most a sorsodra. Sors döntő változások lesznek. Gondolj arra vissza, mit éltél át úgy 28-29 évvel ezelőtt. Uránusz bolygó az az oroszlán jegyében található. Uránusz bolygó mindig változásokat mutat, de azt is tükrözi neked, hogy te különleges vagy, és azt az oroszlán jegyében. Tehát te állsz a középpontban, te vagy a királynő az élet utadon. Neptun bolygó az a mérleg jegyében van. Neptun bolygó kihat a művészetekre. Inspiráción és intuíción az mind Neptun hatása alatt áll, de az álmok is. Mivel a mérleg jegye az mutatja
a szépséget, vagy a tehetséget ilyen művészi területen, ezt az alkotó munkát, tehát így megvannak rá a képességeid. Plutó bolygó az oroszlán jegyében volt. Plutó mutatja a belső erőt és a koncentrációt. Tehát ez fontos. Nálad ez a legfontosabb terület, hogy te különlegesnek érezd magad. Van két holdcsomó. A lefele mozgó holdcsomó és a felfele mozgó holdcsomó. A lefele mozgó holdcsomód az a nyilas jegyében volt. Ez mutatja a múltadat. Mindazt, amit átéltél a korábbi életedben. A nyilas jegye az egy utazás, külföldi kapcsolatok, de lehet egy belső utazás is. Mivel ez a holdcsomó mozog, és idén, tehát októberig újra itt a nyilas jegyében áll, nálad vannak jelen pillanatban ilyen karmikus témák, vagy emlékek. A felfele mozgó holdcsomó a te horoszkópodban, az ikrek jegyében, ez a holdcsomó mutat egy karmikus utat, amit a te lelked kiválasztott, de még nem ismer. Neked ez újdonság, egy új irány. A mi bolygónk, a mi földünk azon a napon, amikor te születtél, az a kos jegyében volt, és kihat az érzelmeidre. Mert itt találkozik hold és a mi földünk, az azt jelenti, a hold nagyon közel volt a földhöz, és itt ez nálad nagyon-nagyon fontos, a biztonság érzete. A kos jegyében te nagyon bátor vagy, te kezdesz gyakran egy új irányt, vagy vannak ötleteid, és azt szeretnéd megvalósítani, de a föld az mutatja, lassítsd le az eseményeket. Először is kell neked egy ilyen bázis, és arra építsd fel azt, amit elérni szeretnél. Van egy kis bolygó, Chironnak nevezik, és ez a kis bolygó a Szaturnusz bolygó és az Uránusz bolygó között mozog. A mitológiában nagyon-nagyon ismert. Chiron a te születésed pillanatában a halak jegyében volt. Chiron azt mutatja, ami fáj, a fájdalmakat. Nem csak a testi fájdalmakat, hanem a lelki fájdalmakat is. De ő gyógyít. Chironnak van egy gyógyító ereje, egy gyógyító hatása. És az kihat a Jupiter bolygóra. Mint mondtam, Jupiter az a belső nap. És az mutatja a belső nagyságodat. Ez nem az a személyiség, ahogy mi megkaptuk az életünk útján a szülői háztól, vagy a pedagógusoktól, a környezetből, hanem ez az a belső hang, ez a belső erő, ami magadtól jön, olyan, mint egy nagy forrás, és ez segít, hogy tisztában legyél azzal, hogy ki vagy, hogy mennyire különleges vagy, és tudatos legyen nálad a te saját nagyságod. És mint mondtam, Jupiter az utolsó holdházban, a Revati holdházban van, és az a holdház azt mutatja, te eléred a céljaidat, bízz magadban, és itt kell, hogy legyen nálad ez a gyógyító hatás. Az is lehet, hogy van gyógyító erőd, és ezt tudod másoknál alkalmazni, mert másoknak szükségük van rád.
Ez a kép itt mutatja szimbolikusan a te születési horoszkópodat. Most áttérünk az ő horoszkópjára. Nála az ő horoszkópjában a nap a halak jegyében van. Most ide teszem ezt a kártyát, ami az ő bolygóit szimbolizálja. Tehát ő a halak jegyében született, és ez a víz eleméhez tartozik. Itt érzésekről van szó. Viszont a halak jegyében van kettő hal. És az egyik, az úszik az egyik irányban, ezek a félelmek, a bizonytalanságok, a töprengés, a másik hal pedig egy másik irányban úszik, az megbízik magában, örül az életnek, és szereti az életet, szerencséje van. És neki nehéz ezt az irányt tartani. Neki mindig fontos, hogy az érzelmeit figyelembe vegye. Az ő horoszkópjában a hold a nyilas jegyében van, ahol nálad ez a hold csomó található, tehát van egy ilyen kármikus kapcsolat. Mivel a te holdad a kos jegyében, az ő holdja pedig a nyilas jegyében található, és itt érzelmekről van szó, mindkettő a tűz eleméhez tartozik, és az harmonizál egymással. Ti egy hangban vagytok, ami az érzelmeket illeti. Az ő napja a halak jegyében, a hold a nyilas jegyében 90 fok távolságra található, és az azt jelenti, hogy egy belső feszültséget természetesen, de azt is, hogy ő egy fél hold napon született. Egy fél holdnál van ez a feszültség, mert hiányzik valami. Mi hiányzik nála? Az ő napja a halak jegyében a víz eleméhez tartozik. A földünk azon a napon, amikor ő született, a szűz jegyében volt, és a hold pedig itt a nyilas jegyében. Így összekötetésben állnak a nap, a föld és a hold. A víz eleme, a tűz eleme és a föld eleme. Hiányzik a negyedik, mégpedig hiányzik a levegő eleme. Hiányzik nála a könnyűség. De mivel a levegő eleme az a kommunikációt is illeti, és nála van ez a belső feszültség, nem tudja szavakban kifejezni azt, amit mondani szeretne, vagy nem tud érzésekről beszélni. Mivel nálad itt a mérleg jegyében van a napod, a Merkur bolygó és Neptun bolygó, és te tudsz beszélni, méghozzá könnyedén, te taníthatod őt, vagy segíthetsz neki, hogy így kettőtök között ez a könnyűség mindig ott legyen. Mars bolygó az nála a bika jegyében van. A bika jegye nyugodt, élvezi az életet, de szereti a pénzügyi dolgokat, a vagyont, és néha kihat a párkapcsolatra, mert ő birtokba szeretne valamit venni, és féltékeny. Nálad, itt a Skorpión jegyében, nála, itt a Bika jegyében az egymással szemben áll. És ti tükröztök mindig valamit, de a középpontban kell, hogy legyetek. Ne túl sokat, ne túl keveset. Ha úgy érzed, neki nyugalomra van szüksége, akkor hagyd őt, bízz abban, hogy visszatér hozzád. Ha ő nagyon visszahúzódó, akkor próbáld meg őt lelkesíteni valamivel.
Merkur bolygó nála a halak jegyében van, és visszatekintő. És ez utal a múltra, utal kármikus témákra is, gyakran visszahúzódó. Mivel Merkur bolygónál a kommunikációról van szó, ő nem mindig mondja azt ki, amit mondani szeretne. Előfordulhat az is, itt a víz eleménél, mert itt érzelmekről van szó, hogy hamar megsértődik és visszahúzódó. Jupiter bolygó, az a nyilas jegyében van, ez hoz neki szerencsét, ezek külföldi kapcsolatok, egy utazás, ez lehet egy belső út, és a nyilas jegyében sok a mozgás, az lehet sport, vagy autó, és de a nyíl ennél a jegynél mutatja a célokat, mégpedig az, ami őt lelkesíti. És ha ő ezen az úton van, akkor nála szerencse lesz. A Vénusz bolygó szintén a bika jegyében, nála is Mars, Vénusz így együtt áll, mint nálad Mars, Vénusz, és szemben állnak. Mars és Vénusz az a szerelmes pár, Áres és Afrodité. Nálad a Skorpión jegyében, a víz elemében, tehát nagyon mély érzések, és mutatja a testi kapcsolatot is, mert téma szexualitét az a Skorpión jegyéhez tartozik, és veled szemben a bika jegyében van nála Mars és Vénusz bolygó. Ez a szerelmes pár, Áres és Afrodité a görög mitológiából. Ti tükröztök egymásnak valamit, és bele kell, hogy nézzetek ebbe a tükörbe. De fontos az is, hogy megtartsátok az egyensúlyt. Ti itt középen találkoztok. És ha szerelmi dolgokról, vagy találkozásokról, érzelmekről, vagy testi kapcsolatokról van szó, ne túl sokat, ne túl keveset. Szaturnusz bolygó nála a bika jegyében van, és az utal egy kármikus szerelmi kapcsolatra, és ez nem könnyű neki, mert Szaturnusz bolygó megleckészteti. Itt kell, hogy valamit tanuljon. Uránusz bolygó a szűz jegyében visszafele tekint. Uránusz utal a változásokra, a szűz jegyében meg kell mindig, hogy gondolja, és mivel Uránusz visszafele tekint, az lehet, hogy nem sieti el a dolgokat, de arra is utalhat, ha nála nagyobb változások vannak, mint például egy költözködés, akkor először visszahúzódik, és mindent átgondol, alaposan átgondol. Neptun bolygó a Skorpión jegyében, ahol nálad Mars és Vénusz található, Neptun mutatja az álmokat és a vágyakat. Neptun bolygó visszatekintő, utal a múltra, ez lehet egy kármikus kapcsolat is. Plutó bolygó nála szintén a szűz jegyében visszafele tekint, és Plutó a belső erejét mutatja, először kell, hogy visszahúzódjon. Nyugalomra van szüksége, mielőtt lépéseket tesz. Nála a Föld az szintén a szűz jegyében volt. Föld azt jelenti, hogy itt kialakul valami. Mivel Chiron nála itt a kos jegyében található, és itt vannak a fájdalmak, a félelmek is,
A kos jegye új kezdetekre utal, amikor bátrak vagyunk valami újat indítani. És ő fél ettől, mert itt vannak az emlékei, itt vannak a fájdalmai, kell, hogy gyógyulás legyen. Nála a lefele mozgó holcsomó kétú a rák jegyében van, a víz elemében, itt kiismeri magát, mert ez, amit ő átélt a korábbi életében. Ráhú, a felfelé haladó holtcsomó, az egy kármikus út. Azt, amit az ő lelke kiválasztott, amire neki szüksége van, de ezen az úton még soha nem haladt. Itt minden ismeretlen számára. Nála ez a felfele haladó holtcsomó, Ráhú, a bak jegyében található, a te horoszkópodban itt van Szaturnusz bolygó, és Szaturnusz kihat a sors útra, itt van megint egy kapcsolat kettőtök között. Azon kívül a bolygók mozognak, és idén, jövőre is Szaturnusz bolygó itt található a bak jegyében. Kihat rád, a sorsodra, kihat rá az ő kármikus csomójára. Kedves Piros, így tudtam a horoszkópotokat összehasonlítani. Köszönöm, hogy megbíztál bennem, kívánok neked minden jót, szeretettel, Denderá. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!